A hömpölygő mosoni Duna még múlt pénteken, néhány órával a tetőzés előtt történelmi magasságon tetőzött a Rába is, Győrben azonban a gátak jól bírták a terhelést. A folyók hétfő óta előbb lassan, majd egyre intenzívebben apadnak a megyében. A visszahúzódott Rába csütörtök délelőtt, a fákon jól látszik, mennyit ment le a víz néhány nap alatt. Már több mint 3 métert apadt a folyó, most arra a Radó-sziget is szárazra került. A Győrszól szakemberei a medencét takarítják, sár és iszap nehezíti a munkájukat, de folyamatosan tisztítják a szigetet. Hamarosan jön a fertőtlenítés is, aztán a jövő hét elejére visszaállhat a rend a napokig elöntött területeken. Az aranyparton még mindig itt sorakoznak a korábban kiemelt uszadékfák, itt is látványosan apadt a folyó. A műfüves tengó pálya még vízben áll, de az épület szombaton már használható lesz. Szakemberek szerint a következő órákban tovább csökkennek a vízszintek Győrnél, így a hétvégi nyárnyitó rendezvény idején szinte nyoma sem lesz a történelmi áradásnak a folyók városában. Több mint 500 kilométeren továbbra is marad a rendkívüli készültség. Ezt az Országos Vízügyi Igazgatóság vezetője mondta egy szerda késő esti televízió műsorban. Molnár Béla kifejtette, ezen egészen addig nem változtatnak, amíg fel nem mérték a védművek állapotát és nem állították helyre azokat. A Duna árhulláma jelenleg a déli határhoz közelít, a vízállás egészen Mohácsig mindenhol megdöntötte a korábban valaha mért rekordokat. Győr-Moson-Sopron megyében még 16 településen zajlik az árvízi védekezés utómunkálataival kapcsolatos beavatkozás. Mindegyik helyszínen figyelő szolgálat működik, a megyében más területekről érkezett hivatásos tűzoltók és rendőrök azonban már hazatérhettek. A katasztrófavédelem az árvíz utáni feladatokra továbbra is várja önkéntesek jelentkezését.